kötelező betelepítési kvótáról szóló népszavazás kiírásáról. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? A kormány felfogása szerint kötelező betelepítési kvótáról szóló döntést az országgyűléstől elvenni nem lehet. Erről a kérdésről rajtunk kívül, tehát a magyar parlament megválasztott képviselői kívül senki más nem dönthet. Az is köztudott, nem akarok sárgamaskát árulni, az országgyűlés pedig elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, ezért ez azt jelenti, hogy aki elveti a kötelező betelepítési kvótát, tiltakozik az ellen, vagyis nemmel szavaz majd a népszavazáson, az valójában egyszerre áll ki Magyarország függetlensége mellett, és utasítja el a Magyarországra történő kötelező betelepítést. A kormány úgy gondolja, hogy Európa egyik legfőbb értéke a demokrácia, és az Európai Unió is a demokrácia pillérein áll. Ez pedig azt jelenti, hogy nem hozhatunk az emberek feje fölött, az európai emberek akarata ellenére az életüket súlyosan megváltoztató, a jövő nemzedékek életét is meghatározó döntéseket. A kvóta pedig újra rajzolná Magyarország és Európa etnikai, kulturális és vallási arculatát is. A magyar kormány úgy látja, hogy erre nincs felhatalmazása sem az Uniónak, sem Brüsszelnek, sem az európai vezetőknek, semmilyen európai testületnek sem. Eddig az európai embereket senki sem kérdezte meg arról, hogy akarják-e, elfogadják-e, vagy éppenséggel elutasítják a kötelező kvóta bevezetését. Mi magyarok úgy érezzük, meggyőződésünk, hogy a kormány egy közhangulatnak engedett, amikor a népszavazás kiírása mellett döntött, mi úgy érezzük, hogy az emberek hozzájárulása nélkül bevezetni a betelepítési kvótát nem más, mint visszaélés a hatalommal. Ezért Magyarországon meg tudjuk kérdezni az embereket erről a kérdésről, ugyanúgy, mint ahogy megkérdeztük őket az Európai Unióhoz való csatlakozásról is.